Sziasztok! Ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a Blockchain Bloom magyar nyelvű csatornája. Én Pinka Attila vagyok, a mai videóban pedig beszámolok arról, hogy Donald Trump igencsak a Bitcoin ellen van, és ez nem egy új keletű dolog. Ha minden igaz, akkor jövő héten jelenik meg egy könyv, John Bolton az írója, aki pedig nem volt más, mint a nemzetbiztonsági tanácsadója Donald Trumpnak, és ebben a könyvben kiteregeti a szennyest. Sok mindenről szó esik, és arról is, hogy hogy vélekedett még annó 2018-ban Donald Trump a bitcoinról. Tehát erről mindenképpen fogok most akkor beszélni. Valamint arról, hogy ugye a múlt héten beszéltünk erről a bizonyos hatalmas tranzakciós díjról, ami ITER-ben történt. És úgy néz ki, hogy megvan, hogy ki az a küldő, ki a küldője ennek a hatalmas transzakciós díjnak, és mi is történt itt. Nos, erről is beszélek majd, valamint arról, hogy jelenleg a top ö, kriptovaluták inkább oldalaznak egyet balra, egyet jobbra, de előre hátra nem igazán mennek. Ezt viszont kihasználják az altcoinok, és beindult egy ilyen altcoin ö, láz az emberek elkezdenek altcoinokba fektetni, és azok nagyon szépen teljesítenek az elmúlt hetekben. Nos, erről a három hírről lesz szó. ha még nem iratkoztál fel a csatornára, mindenképpen tedd meg, ugyanis én hétfőtől péntekig minden hétköznap egy új videót hozok, tehát friss videó itt a Youtube-on. Tessék feliratkozni, és megnyomni a csengetyűt, hogy megkapd az értesítést a friss videóról. Ez mindenképpen fontos, hogyha érdekel téged a blockchain és a kriptovaluták világa, az ebben rejlő lehetőségek, hiszen én minden nap hozom neked a friss híreket ebben a témában, tehát velünk mindenképpen napra kész lehetsz. Kövess minket a Facebookon és az Instagramon is. És akkor jöhet a piac áttekintése. Nos, bitcoin, hát ahogy mondtam, oldalazás. Jelenleg 0,68 os mínuszban az elmúlt 24 órában, 9441 dolláron jelen pillanatban. Aztán a nyertesek, Swissborg, hát, <coughs> bocsánat, tehát a Swissborg már napok óta vezeti ezt a listát. Úgyhogy volt egy korrekció is, mert ezért ennél volt már ő magasabban, még mindig 23%-os pluszban az elmúlt 24 órában. Aztán itt van év, plusz 9%-on, szílen, szintén plusz 9 a vesztesek pedig Flexacoin, na szépet esett, mondjuk 39%-os mínusz, Digibyte mínusz 9% és Zirika mínusz 8%. És akkor jöjjön az első hír, ami arról szól, hogy ha minden igaz, akkor jövő héten megjelenik egy könyv John Bolton tollából, aki nem volt más, mint a nemzetbiztonsági tanácsadója Donald Trumpnak egészen 2019. szeptemberéig. Egyébként így néz ki a könyv. Azért mondtam, hogy valószínűleg megjelenik a jövő héten, június 23-án, mert most a Fehérház és Trump igencsak a megjelenés ellen van. Azt állítják, hogy olyan titkokat tereget ki a könyvben, amik bizony sértőik az érdekeiket, és nem kerülhetnek ki. Többek között olyan híreket is feszeget, hogy Trump megkérte Kína elnökét, hogy segítsen neki a választás megnyerni, és még egyéb izgalmak. És ebben a könyvben e, esik szó arról is, hogy Bolton még azt hallotta annó 2018 májusában, hogy Trump azt az utasítást adta Stephen Mnuchinnek, aki ugye a pénzügyminisztere jelenleg Trumpnak, hogy menjen a bitcoin után, vadásztal a bitcoint. Tehát ők már egy jó ideje azon vannak, és ez még ugye a 2018-as időszak, amikor elkezdett ugye lefele jönni a bitcoin, de még mindig a lufi azért eléggé magasan volt. És ugye volt utána egy híres tweetje 2019 júliusában Trumpnak, ami szintén nem a bitcoin mellett szólt, sőt azt mondta, hogy meg kéne rendesen regulázni, szabályozni kéne ezt. Tehát ők érzik, hogy a bitcoinban nem tudnak beleszólni. Ez nem olyan, mint hogy a Fed nyomtatja a pénzt. A bitcoin fölött ugye nincsen hatalom, nincs egyetlen egy kormány szerv, ami ezt befolyásolni, irányítani tudná. Ráadásul nem lehet végtelen mennyiségű belőle csinálni, mert csak 21 millió lehet belőle, ez benne van a protokollban, ezt nem lehet megváltoztatni. És ez bizony úgy néz ki, hogy Trumpnak is fájna. Most ez mindenképpen egy medvés hír, ha úgy tetszik, mert azért, ha az Egyesült Államok elnöke is a bitcoin ellen van, akkor az nem annyira jó dolog. És ugye láttuk, India is szeretné ismételten betiltani a kriptovalutákkal való kereskedést, ugye Pár nappal ezelőtt beszéltem erről is egy videóban, aztán ott volt Oroszország, aki ugye szintén börtönnel fenyeget, és az a javaslata, hogy hozzák be azt a törvényt, hogy ott se lehessen kriptovalutával kereskedni. Tehát vannak országok, és azért az Egyesült Államok azért egy elég nagy ország, nagy hatalom. De aztán majd meglátjuk, mi lesz, mert azért ezek próbálkozások, ugyanakkor a másik oldal is létezik, amikor egyre többen meg a bitcoin mellé állnak. Tehát ugye jelenleg folyik a harc, folyik a csata. Én mindenképpen szívesen elolvasnám ezt a könyvet, hogyha kijön, mert úgy néz ki, hogy sok olyan dolog lehet benne, amiről még nem tudunk. És ha valaki, akkor John Bolton ott állt Trump mellett a beszélkedések folyamán, tehát ő mindent hallott, és most nagy lelkűen ezt ki is tálalja. Aztán a másik hír, amit meg uh, akartam veletek osztani, ugye már két videóban is foglalkoztam ezzel a bizonyos nagy uh, tranzakciós díjjal, ami íterben történt a múlt hét folyamán, összességében nagyjából 5 millió forint, ö, 5 millió forint csak 5 millió dollárról van szó, és uh, úgy néz ki, hogy megvan a küldője. Ez pedig nem más, mint egy kis uh, dél-koreai uh, váltó, Good Cycle néven, és most, hogy utána néztek, úgy néz ki, hogy egyébként ez egy piramis játék, tehát milyen jó, amikor a, úgymond a csalókat meghekkelik, és ráadásul, ha megnézzük a weboldalukat, akkor nekik egy HTTP oldaluk van, protokoljuk, a HTTPS helyett, tehát legalább lenne egy biztonságos oldaluk, és hát kiderült, hogy már számos alkalommal meghekkelték őket, és valószínű itt az történt, hogy a tranzakcióhoz több kulcsra van szükség, egy ilyen multisign tranzakció ez, és a hackerek csak az egyik kulcsot tudták megszerezni, innentől kezdve nem tudták átvenni a uralmat a pénz fölött, és nem tudták ugye maguknak utalni, vagy egy olyan helyre, ahol ők szerették volna, viszont azt befolyásolni tudták, hogy a tranzakciós díjat az egekig emelhetik. És ugye Vitaliknak volt ez az elmélete a múlt héten, hogy valószínű hogy itt egy ilyen zsarolás van mögötte, és most úgy néz ki, hogy tényleg az volt. Tehát a hekkerek megemelték a díjat, és azt mondták, hogy amennyiben nekünk nem fizettek ennyit és ennyit, akkor bizony elúszik a tranzakciód, hiszen elmegy ez tranzakciós díjba, és szinte egy minimális összeg fog megérkezni a tranzakcióból. Amit szeretett volna ugye eredetileg átküldeni. És ugye ez a két poolban történt, hozzájuk ment el, csak találja meg őket, így a Sparkpool és a Ethermine. Most a Sparkpool már felajánlotta, hogy ő visszafizeti ezt nagyon szívesen. Valószínűleg az Ethermine is, mert ha ezt nem teszi, akkor ebből per lesz, és valószínűleg elbújtuk is vissza kell adnia. Azt, hogy kik a hackerek, azt nem lehet még egy tudni, de úgy néz ki, hogy most megvan akkor, hogy ki volt a küldő. Ők pedig a Good Cycle, ilyen szép nevük van, hogy Good, és emellett pedig egy piramis játék, tehát egy csaló játék van, lehet, hogy mögötte az egésznek, és ők lettek meghekelve. Tehát jelenleg éppen itt tart az ügy, természetesen, ha lesznek megint ö, újdonságok, frissítések benne, akkor majd beszámolok róla. A harmadik hír, meg amiről beszélni akartam, az ö, az, hogy ha megnézzük a top 10 kriptovalutát, akkor itt a, a nagyok igazából alszanak az utóbbi időben. Egyet jobbra, egyet balra, de nem nagyon emelkednek, nem is nagyon esnek. Bitcoin is már mióta 9500 körül van. Talán egyedül a Cardano volt az, aki igencsak szépet ment, és igen, őt leszámítva a többi nem volt annyira jelentős. Viszont ugye itt vannak az altcoinok, és hát ugye az emberek, hogyha már ők nem mennek, akkor próbálnak az altcoinokba gondolkozni. Ugye a tegnapi videó arról szólt, hogy a DeFi területen lévő altcoinok milyen szuperül teljesítettek az elmúlt egy-két hétben, és ugye itt van például ez a kicsi, a harmadik, 63. helyen vannak, tehát nyilván nem egy ezeredik kriptovalutáról beszélek a listán, hanem azért ott benne van a top 100-ban, de azért mégis egy kisebb altcoinról van szó, a Swissborg, ők már napok óta nagyon szépen mennek. Tehát elkezdődött egy ilyen altcoin szezon, még igazából itt a, a, a bika piac előtt, míg a nagyok, a nagyvadak azok azok pihennek, itt viszont elég szép eredményeket le, lehetett elérni, tehát főleg aki a DeFi területén, vagy aki a nem a DeFi, de a SwissBorg, ugye az egy, egy applikáció lényegében olyan, mint a Skyscanner a repülőjegyeknél, és megkeresi neked, hogy hol tudod a legolcsóbban megvenni azt a kriptovalutát, és ezt a applikációt a telefonra tudod letölteni. És őket nagyon fölkapták az utóbbi időben. Sajnos viszont csak nagyon kis váltókon lehet őket megvásárolni. És ugye, akartam megkeresni, de úgy látszik, nem, nem itt kell keresni azon az oldalon. De mindez, szóval a lényeg, hogy még nincsenek ott a nagyváltókon, és ugye addig egy kicsit az egész kockázatos. Nyilván, hogyha már oda kerülnek, akkor az áru sennyi lesz, tehát akkor nyilván az is följel fog menni. De minden esetben most úgy néz ki a helyzet, hogy az altcoinok -ok nagyon szépen elkezdtek mozogni az elmúlt egy-két hétben, és nem is itt a legutolsó helyen lévőkről beszélek, hanem a top százasokról. Nos, ennyit szerettem volna mára, remélem tetszett a videó, és hogyha igen, akkor nagyon szépen megköszönöm, ha nyomsz egy lájkot, like Egyébként pedig hétfőtől péntekig folyamatosan hozom a frissebbnél frissebb híreket a blockchain és a kriptovaluták világából, tehát minden nap egy új videó itt a YouTube-on, ezért érdemes föliratkozni és megnyomni a csengettyűt is mellette, hogy elsőként értesülj a friss videókról, amiket általában ebédidő körül teszek föl, tehát hétfőtől péntekig mindig új videó, ha érdekelt téged a kriptovaluta, a blockchain, és szeretnél tájékozott lenni, akkor mi mindenképpen napra készre tartunk téged. És emellett kövess minket a Facebookon és az Instagramon is. Köszönöm szépen a figyelmet mára, mivel mondtam minden nap videó hétfőtől péntekig, ezért természetesen holnap friss videóval jövök, holnap találkozunk. Sziasztok!